azt hiszed, rossz heted volt? Azt hiszed, mindent láttál? Hogy nem lehet neked újat mutatni? Hát de! És aki mindezt bebizonyítja, Gász Kara Jenő büszkesége, a stand-up váltósúlyú bajnoka, az íróasztal mögött Dombóvári István, Dombi! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Dombi Napom Hetem legújabb adása! Az egyenlőség vitán felül jó dolog. Egyre több kisebbség fog össze, hogy közelebb juthasson a többséghez. Itt van például az LMBTQ közösség. Folyamatosan új betűkkel bővül a nevük. Régen annyit tudtunk, hogy valaki meleg. Mindenki tudta, miről van szó. Nem bántott senki senkit. Aztán elkezdték cizellálni, darabokra szedni. Ezért bővül az LMBTQ. A világ bizonyos részein már elkezdték relativizálni a pedofíliát, ami hangsúlyozom, semmilyen szinten nem fogadható el. Mi viszont mindig is elfogadóak vagyunk. Csak legtöbben már nem hagyják. Azzal kezdődtek a bajok, hogy üresben harcolva támadnak ezzel minket. A meleg társadalomnak vannak Jehova tanúi, aki szinte minden nap így ránk tör. Jó napot, gyűlölt ma már valakit? Biztos, hogy nem. Nem senkit, de valakit biztos. Nem, dehogy, de én látom a szemén. Ők a valósággal mennek szembe, az ellen tüntetnek. A legtöbben mi nem vagyunk semmi ellen, csak ezt nincs hol elmondanunk. A legnagyobb tisztelettel következzen néhány megmásíthatatlan tény. Kezdjük magammal, személyeskedjünk. Én sose leszek kosárlabdázó. 12 évesen megálltam 167 centinél. Ez van. Az is igaz, hogy szülni pedig azt tud, akinek van méhe. Ő menstruálhat. Ezek biológiai tények. Ez nem genderellenesség. Ebben semmi rossz indulat nincs. Szembe mehetünk a természet törvényeivel. Le a gravitációval. Én örülnék, engem kétszer annyira húz. A transzvesztitaság pontosabban a külső megjelenése döntés kérdése, de nem biztos, hogy oktatási tantárgy. A fejlettebb országokban azonban ezt már is máshogy gondolják. Everyone is different and everyone is not bad, said Scooter, who is a turtle. Different is special. Today, readings take place at libraries, museums, and other cultural centers in more than 30 cities across the country. Who wants to be a drag queen when they grow up? The hips on the drag queen go swish, 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 swish. Do you get it? Everyone thinks that this girl is a boy because she's a little bit of a tomboy. Sweet dreams, the end! Yay! Az utolsó képen már lehet látni az alsó kislányt, aki kirekesztő, aki nem tudja, mire vélni. Én pontosan nem tudom, mi zajlik. Én mindenkinek elfogadom mindenféle dolgát, de az a bácsi konkrétan ijesztő volt. Sőt, azt sem mondhatom, hogy bácsi. Van néhány fontos alapigazság, amit már egy régi filmből is pontosan tudhatunk. Tessék! A fiúknak fügyék van, a lányoknak meg puncjuk. Igen, rátapintottál a lényegre. Cuki ez a kirekesztő kisfiú, ugye? Én ezzel nem akarok megbántani senkit, ezzel senki nem akar megbántani senkit. Láttam egy érdekes, egy ilyen képet találtam csak róla. Arról szól, hogy ez a transznemű hölgy rossz néven vesz, hogy a férfiak mikor megtudják, hogy ő valójában férfi volt, akkor már nem akarnak vele randizni. De könyörgöm, ezzel nem akarjuk őt megbántani. Én, amikor elkezdek veled randizni, minden kétséget kizáróan szeretném tudni, hogy van-e péniszed. Én ezzel nem akarlak hátrányosan megkülönböztetni. Eszem ágában sincs, de nem baj, ha akarom tudni, ugye? Főleg, hogy férfiként elég rosszul érint engem, ha a barátnőmnek nagyobb van, mint nekem. Meg mindig szólni kell a csajomnak, hogy hajtsa fel a deszkát pisilés előtt, meg vissza. További elgondolkodtató irány, hogy az always intim betét eltávolítja a mensi cuccokról a női szimbólumokat, mert szerintük nem csak a nők menstruálnak. Ezentúl az ilyen csomagolásoknak vége. Annyi. Most jön a konzekvencia. További csavar, hogy feministák kiakadtak ezen, mivel a női szimbólumok eltávolítása sérti a nőket, ezzel kétségbe vonja a létezésüket. Megint egy balhé. De még itt nincs vége. A transzaktivisták erre letranszfóbozták a feministákat. A feministák erre nőgyűlölözték a transzikat. Mit tudunk erre mi mondani? Hát már csak egy kávét kérünk. Rasszizmus miatt kell magyarázkodni a Justin Trudeau-nak, miután elkerült egy csaknem 20 évvel ezelőtti fotó, amin a kanadai miniszterelnök barnára sminkelve arab ruhában látható. A fénykép a Time magazinban jelent meg. Kevesebb, mint 5 héttel a kanadai választások előtt, ahol Trudeau szoros küzdelemre számíthat. A miniszterelnök elnézést kért korábbi tettéért. 2001-ben, amikor tanárként dolgoztam Vancouverben, részt vettem egy évvégi gálán, amelynek témája az 1001 éjszaka meséi volt. Aladdinnak öltöztem, és barnára maszkíroztam magam. Nem kellett volna ezt tennem. Jobban át kellett volna gondolnom, de nem így tettem. Nagyon sajnálom, mondta Justin Trudeau.
A kanadai muzulmánok nemzeti tanácsa dühös nyilatkozatban ítélte el a miniszterelnök korábbi cselekedetét, mondván ez a rasszista múltját idézés, ez elfogadhatatlan. A kép előkerülése kínos epizód a haladó politikát hirdető Trudeau számára. Most komolyan, ha egy arab virágból származó mesehőst barnább bőrrel szeretnénk megjeleníteni, ez baj? Ezzel ártunk? Ennél nagyobb meglepetés is érheti ám az embereket, ha a saját gyökereit kutatja. A legjobb hír, amit hallottam mostanában, Pápa Jociban inuit vért találtak. Érted? Tehát Pápa Joci valahány százalékban egész egyszerűen eszkimó. Ez így megvan? Azért ez sok. Tessék! Látod, mit csinálnak ezek velünk? Elveszik tőlünk a rasszizmus megnyugtató mi voltát is. Nem utáltunk mi eddig se senkit, de legalább ezen adatok alapján tudtuk, hogy körülbelül ki merre él. Ez nem rasszizmus. Egyszerű hasonlatokban párokat hoztunk létre. Ne tagadd te is. Ha cigány, akkor Borsod, ha sváb, akkor a Duna mentén, értelmiség a Nagykörúton, Z-generáció romkocsmákban. Ez van. Na jó, húzósabb témák után inkább nézzünk szét a piacon. Több százezer dollárért kelt el Kurt Cobain kardigánja és Michael Jackson zoknia. Nálunk milyen zenész cuccok érhetnek milliókat? Nagy Feró fecskéje, amiben többször is előadta a pancsoló kislányt. Korda Gyuri üres bánfi hajszeszes dobozai. Fenyő Miki szemránc krém készlete? Vagy esetleg Fási Ádám alig használt hangvillája? Mennyit adnál Zámbó Árpi metronómiáért? Nincs benne sok kilométer. A legnagyobb kikiáltási árral ez a táj büszkélkedhet, a fresh lányok kotta füzete. Jöjjön a vége felé egy könnyedebb téma, de mondhatjuk úgy is, hogy súlyosabb. Mi nem más, mint Schobert Norbi univerzuma. Norbival volt egy közös időszakom, közös munkánk eredményeképpen megszabadultam 30 kilótól és 30 ezer Facebook követőtől. Őt nem szeretik olyan sokan. Norbiról tudni kell, rugalmasan kezel dolgokat. Ugye neki a Mendelejev táblázat az olyan, mint Fási Ádámnak a hangjegyek, Emiliónak a dalszövegek. Most éppen űrhajós diétát csinál a Norbi. Ezt se gondolta végig. Tehát pont a súlytalanságba, ahol full mindegy, hogy ki hány kiló. Nincs értelme. Gondolj bele, a két űrhajós kering ott a stratoszféra fölött, már a feketeségbe. Oleg, te hány kiló vagy oda lenn? Nem mindegy, baszki, itt nincsen semmi. Norbinak a legutolsó akciója az volt, hogy megveszem a zsírod. Nagyon fura szlogenekkel indított. Én kitaláltam még neki párat. Ad nekem a hájad. Leasingelném a lipidjeid. Az űrhajós diéta után jöhetnek a szakmára szabott diéták. Lenne az ácsálványozó diéta, gyomorgyűrű helyett végbélgyűrű. Megeszed, de nem jön ki. Vagy ha gyorsabb eredményt akarsz, miért nem vágod le az egyik lábadat? Hát az mínusz 20 kiló. Annak idején én is megpróbálkoztam. Tényleg minden diétával megpróbálkoztam. Egyszer vettem a Norbitól kakaós csigát. Én az nem tudom, miből készült, de az kiegyenesíti a kanyart. Annyit elmondhatom. Mint ha higanyt ittam volna. Úgy esett át rajtam, mint rossz százas a zenegépen. Odasandítottam a kagylóra, még a csigavonal is jól kivehető volt. Annyira félek, hogyha beraknád egy zacskóba, újra el lehetne adni. És nagyon-nagyon remélem, hogy erre Norbi még nem jött rá. Köszönöm szépen, hogy ezen a héten is velem tartottatok. Ez volt a Dombi napom hetem. Ha tetszett a műsor, nézzétek meg a következő adást is, és iratkozzatok fel a csatornámra, ami vagy itt lesz, vagy itt, de valahol itt. Az a lényeg, hogy iratkozzatok fel. Hello! Mi a francról pofáztok? Mert igent mondani a nemre?